Köszöntöm a Cigádon magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok, és mutatom röviden mai műsorunk tartalmát. A hosszú szünet után elkezdődött a munka az oktatási intézményekben. Bemutatjuk azt a hölgyet, aki a csengettyű gyűjtését választotta hobbiának. Az energiaárak miatt nincsenek kosárlabda mérkőzések. Sokan voltak a téli közösségi futáson. A megszokottnál hosszabb téli szünet után megkezdődött a munka az oktatási intézményekben. A pedagógusok egyöntetű véleménye szerint jót tett a gyerekeknek a szabadság. Mindenhol arra készülnek, hogy a második fél év programokkal teli időszakát gördülékenyen tudják majd lebonyolítani. Az energiaválság hatására az oktatási intézményekben szerte az országban hosszabb téli szünetet rendeltek el. Az idő most már az új feladatok felé fordította az intézmények vezetőinek figyelmét. Ez a 2023-as év is eseménydús és mozgalmas lesz az óvodánk életében. Éppen a napokban ültünk össze a nevelőkkel, és átbeszéltük a nevelési év programjait, a különböző tervezett tevékenységeket. Lesznek hagyományos programjaink, és ezeket, illetve emellé szeretnénk még kicsit színesíteni a gyerekek életét. Szeretnénk színházba menni, múzeumba. Fő célkitűzésünk, hogy így mondjam, a szülőket most már, mivel lehetőségünk van rá, sokkal jobban szeretnénk bevonni a mindennapjainkba, a mindennapi életünkbe. Ugye az elmúlt év végétől már úgy döntöttünk, hogy bejöhetnek a szülők az óvodába, bekísérhetik a gyerekeket. Ez igen pozitívan hat a kapcsolatunkra, és szeretnénk ezt tovább mélyíteni. Kiemelten szeretnénk foglalkozni az új óvodásaink szüleivel, illetve hát a kis óvodásokkal is, a leendő óvodásainkkal, valamennyi olyan programunkra, amelyre el tudjuk őket hívni, és tudunk számukra szervezni tevékenységet, akkor vendégül fogjuk látni őket. Ez már csak azért is fontos, mert a kicsik így megismerkedhetnek majdani óvodájukkal, ami nagyban segíti a beszoktatást, mondja Simon Csabáné, aki arról is szólt, számos kisebb felújítás is kezdetét veheti a közeljövőben. Szeretnénk mezitlábas ösvényt kialakítani számukra, vagy legalábbis elkezdeni ennek a kialakítását. Továbbá, hát bizonyos karbantartási munkákat is el kell végeznünk, valamennyi teraszhoz tartozik ilyen kis kiülő asztalkával, paddal. A gyerekek számára nagyon szeretnek ott rajzolgatni, játszani, és ennek a javítását kell elvégeznünk. Az anyagot megvásároltuk már hozzá az elmúlt évben, és egy leendő kisgyerekünk édesapja fogja majd ezt elkészíteni számunkra. Az óvoda jelenleg majdnem teljes létszámmal üzemel, a csoportok átlagosan 22 fővel működnek. Pálnak hívta, hogy milyen fajtájú kutyával változom? Magyar vizslával. Hangos olvasási felmérés zajlik a Kanazsai Dorottya általános iskolában. Az intézményben a fél év zárására készülnek, hogy aztán a második fél évnek vághassanak neki, ahol különösen a pályaválasztók számára nehezednek a kihívások. Fél év zárásunk van, tehát ez a hét és a következő hét és az előző fél évet le kell zárjuk, tehát ami nem megíródott fél éves dolgozatok, azokat most így hirtelen mindet be kell még passzíroznunk ebbe a két hétbe, és ki tudja, hogy a gyermekek mennyit felejtettek a téli szünet folyamán. Azok a jegyek, amiket így a gyerekek produkáltak, annak a vagy stabilizálása, vagy még jobb átétele, én azt gondolom a szülők is mindig ezt várják el otthon a gyermekektől, hogy egy bizonyos szintet hozzanak, és azt gondolom, hogy az, amit mi tanítunk, az be is évődjön a tudásukba, és meg is maradjon. Ez számunkra a legfontosabb, hogy a következő tanévben és az azt következőekben minden tudásuk ott legyen a fejben, amit mi megadunk nekik. Számos programterve van kész az iskolában az előttünk álló fél évre, olyanok is, amelyek az elmúlt időszakban a Covid-nak köszönhetően elmaradtak. Például a Farsangra gondolok, ami február második hetében lesz, előtte a Dorottya napunk, ami már több évtizedes múltra tekint vissza, és hogy az újra normális kerékvágásba tudjuk megtartani, hiszen a Dorottya napunkat is mindig a tornacsarnokban egy nagy
nagy műsorral adtuk elő, illetve a felsős és az alsós farsangi kavalkád is, hogy újra ugyanúgy tudjuk megtartani, mint az eddig a Covid időszak előtt, hiszen egy nagy családi, egy összejövetel szokott lenni, sok zenével, mókával, evés, ivással és mindenféle dologgal. Egy farsang, amikor tényleg közvetlenül együtt vagyunk, és akkor a szülők is egy kicsit más oldalukról is ott tudnak lenni velünk és a gyerekeikkel. Középkori egyház és szerepe. Történelem óra zajlik a második Géza gimnáziumban. A második fél év mindig izgalmas az iskolában, hiszen ekkor kezdődnek a Géza napi rendezvények, na meg a végzősök számára is közeleg az érettségi ideje. Jövő héttől már indul a tudományos diákkörnek az előadás sorozata, amely több évtizedes hagyománya van ennek már. Hamarosan itt van a február, ez pedig már az iskola naphoz kapcsolódik. Lesz benne kampány, királyválasztás, királybeiktatás, tehát lesz egy, ilyenkor van a Géza napnak az a része, amely a diákokat érinti. Ekkor lesz a Géza tusa versenyünk is. És szeretnénk, hogyha az idei évben ismét vissza tudnánk térni ahhoz a hagyományhoz, hogy a gyerekek a tehetségüket meg tudják mutatni, és márciusban pedig gálát is tervezünk, tehát lesz, reményeink szerint lesz Géza gála is. A gimnáziumban a hangsúly ez mindig a 12-eseken van, hiszen ők érettségiznek és tovább tanulnak, és nem mindegy, hogy ki milyen irányban megy és mit választ. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon körültekint kell dönteni, és nagyon fontos az, hogy minden információt ilyenkor összegyűjtsenek, diákok és szülők is, hogy a legoptimálisabb módon tudjanak választani. A most végzősök azok a fiatalok, akik 9-10-ben a Covid miatt gyakorlatilag otthon jártak iskolába. Azt a tudásanyagot, amelyet be kellett pótolni, már sikerült átadni, mondja Simegi József. Így nagy eséllyel sikeresen készülhetnek életük első igazi megmérettetésére. A gyűjtőszenvedély bizonyos értelemben olyan, mint a vadászat. Az ember keresi a zsákmányt, hogy újabb trófeával ékesíthesse a gyűjteményét. Kocsisné Auerwerk Mária csengettyű gyűjtésében találta meg a maga hobbiát. A kizeneszerszámok nem csak a lakását díszítik, aki mostában elmegy a bátaszéki könyvtárba, ott is megcsodálhatja a gyűjtemény különleges darabjait. Ez a hang varázsolta el Kocsisné Auerwerk Máriát. A csengőket meséli, annak idején még óvónő korában a gyerekek közé is bevitte, hogy együtt alakíthassanak zenekart. Ekkor kezdődött a gyűjtőszenvedély. Nekem annyira tetszett a hangja mindig, már gyerekkoromban is, és akkor valahogy ezeket megláttam annak idején, és nagyon, hát azok is rend vannak, nagyon megtetszett, és akkor úgy gondoltam, hogy én ezeket szeretném gyűjteni. És akkor így lett belőle ilyen sok. Én elmentem egy Bátorszéken a papír és írószerboltba, a Tarjány Anti volt a főnök, és ott megláttam egy pár csengőt, ami olyan érdekes volt, tehát a fogantyúja egy Mikulás volt, vagy egy tenyőfa, de közben volt körrebben dísz is. És akkor hát megvettem, és utána mentünk Szekszárdra a barátnőmmel, és akkor még volt, ahogy a Szekszárdi központ, ezért mentünk a Skála felé, egy ilyen kreatív volt. Na, oda is bementünk, hát ott is nagyon szép, ilyen érdekes csöngők voltak. Én azelőtt ilyeneket nem láttam. Na, és akkor ott is megvettem. És akkor hát így lett, vagy 10 darab. És akkor attól kezdve, hogy a barátnőimnek mindenkinek mondtam, hogy hát gyerekek, én úgy gondoltam, hogy én csengőket fogok gyűjteni. És hát amelyik barátnőm, vagy annak az ismerőse, bárhol a világban jártak, mindenki hozott. Tehát van nekem Mallorcáról, Párizsból, New Yorkból, tehát rengeteg-rengeteg városból, Bibionéból, Olaszországból, amúgy olasz, az ott van lent a könyvtárban, és hát Németországból van nagyon sok, mert hát nálunk mindenki ki lett telepítve, és váblány vagyok, és hát én sokat voltam ott kint. Mária azt meséli, Németországban járta a bolhapiacokat egy-egy újabb darab után kutatva. Annyira ismerték már az árusok, hogy félretették neki, ha találtak egy érdekesebb példányt. Pár márkáért lehetett kapni, akkor még márka volt, és akkor ott kezdtem el venni, és hát elég sokat sikerült, mert hát úgy körbe 50 kilométeres körzetben jártunk, és a többit meg, hát amerre jártam én is, mondjuk ez a siófoki, a barátnőmmel voltunk egyszer nyaralni, és akkor Siófokon
ezt találtam, és a Szentendrei, pedig volt egy német egyesület, vagy hát van is, én voltam az egyik vezetőségi tagja, és sokat mentünk kirándulni. És akkor hát elmentünk többek között Szentendrére is, és hát ugye a Kovács Margit Múzeumban, hát ott is vettem egyet, az is rendben a könyvtárban, a Kovács Margit csinálta, az egy ilyen hölgy és csöngő. És akkor hát ezt meg egy másik boltban találtunk, amire ugye rá van írva, hogy Szentendre, mert hát arra nem volt ráírva, csak egy KM jelzés. És hát így kezdődött, és hát most addig, hogy már olyan körülbelül 350 darabon van. A gyűjtemény egy része Mária lakásában pihen, ám egy másik felét bárki megnézegetheti, ha betér a városi könyvtárba. És nem találják ki, mi az, amit szépnek tart a gyűjtőhölgy egy-egy csengőben. Egy az, hogy a különböző formája, mert azért nem egy formák, meg a fogantyúik általában, tehát azok általában különlegesek, mert a legtöbb, amit külföldről hoztak, mondjuk a fiamék voltak Új-Zélandon. Na ott is mondjuk a csengőforma megvan, de a fogantyúja, ott rajta van a sziget, az ki van vágva, körülötte a zászló, és akkor egy érdekes madár, de most már megint nem tudom a nevét, ami csak ott van, az van középen ugye ebben az országban, és hát rá van írva, hogy Nagy-Zéland, akkor hát mondom, Brüsszelből például hozott az egyik ismerősöm, aminek a fogantyúja az a pisilos kisfiú, ami a Brüsszelre vonatkozik. Tehát a legtöbb csengőnek inkább a fogantyúja fogott meg, hogy az olyan jellegzetes. Tehát az országra vagy a városra jellemző dolgok vannak rajta. Én óvónő voltam, megmondom őszintén, és valahogy ugye sok hangszerrel dolgoztunk, és köztük volt a csengő is. Nekem már akkor az volt a kedvenc hangszerem, hogy a gyerekek is szerették, mert különböző hangja van. Hát attól függ, hogy miből van, meg hogy csinálják meg. És akkor hát ugye a gyerekekkel nagyon sokat idézőjelben zenéltünk, mert Németországban voltam többször, így az iskolában, az óvodán keresztül, és ott mindenki tanul zenét. És akkor hát én gondoltam, hogy én átoztam ide Magyarországra, és akkor hát ott kezdődött leginkább az óvodában az egész szeretet, hogy megszerettem a csengőket. Nekem, ami nagyon-nagyon kedves csengőm, az Olaszországból van. Az egyik barátnőm hozta, aki sajnos már nem él, annak is a fogantyúján van rajta a metropol, vagy az a félig, meg a még egy jellegzetesség, most nem tudom, Olaszországból, és az valahogy, ugye, mivel ugye a barátnőm hozta, és így járt, ahogy járt, az valahogy nagyon a szívemhez nőtt az a csöngő. Soha nem gondolkodtam azon, hogy cseréljek másokkal, mert nem is tudok olyat, aki rajtam kívül még gyűjtene. Pedig biztosan találnék olyat, ami tetszene, mondja. Szívem szerint bővíteném a kollekciót. Így is próbálom gyűjteni, mert hát most karácsonyra is ugye a barátnőimtől különböző csengőket kaptam. Hát azokon ugye nincs ráírva semmit, csak különböző karácsonyi mintam van rajta. Meg érdekes az egyiknek a fogantya, tehát az is ott van lent. Szóval általában, hogyha meg amerre ők járnak, azok mindig valamit hoznak. Szóval mindig New Yorkból van, az egyik barátnőm lánya ott volt kint, akkor Angliából, Londonból, tehát így jönnek össze a dolgok. A réznek azt maga is tudja, hogy megint más hangja, az üvegnek megint más hangja, és akkor hát szoktunk mi öregek zenekart alakítani a csöngőkből, és akkor ki ezzel csönget, ki azzal csönget, ütemre, és hogy ilyeneket szoktunk. Olyan művész idézőjelbe, művész élek vagyok ilyen szempontból, hogy a hangja fog meg általában. Mária nagyon szeretné bővíteni a gyűjteményét egy Svájcból származó darabbal, onnan még nem találkozott csengővel. Úgyhogy, ha valaki arra jár és eszébe jutna Mária gyűjteménye, ő szívesen fogadná. Bajnoki szezonban mégsem tudnak mérkőzéseket játszani a bátaszéki kosárlabdások, legalábbis a legkisebbek. A megemelkedett energiaárak miatt a Nyuszi Kupa ilyenkor szokásos fordulóit nem tartották meg Tolna megyében. Ennek ellenére a bátaszékiek lendülete töretlen. Fontosnak tartják, hogy edzésben maradjanak és továbbfejlődjenek. A
A bátaszéki kosárlabda csapat edzésén járt stábunk január 13-án. Pomsár Szilvia, csapat vezető edzője elmondta, a megemelkedett energiaárak miatt sok hátrány éri a gyerekeket is. A legkisebbekkel a megyei bajnokságban szoktunk indulni, a Nyuszi kupában, amit Szekszárdon szerveznek, vagy rendeznek, és két korosztállyal tudtunk indulni eddig már második évben, de sajnos most idén csak egy fordulót tudtunk lejátszani. A bajnokság általában ugye hétvégén zajlik, és nincsen termünk. Az energiaárak miatt ugye nem tudjuk lejátszani ezeket a mérkőzéseket, de ettől függetlenül azért ugyanúgy edzünk, és hát próbáljuk a gyerekeket motiválni azért, hogy ugyanúgy jönnek edzésre, és próbálunk olyan dolgokat, programokat is kitalálni, ami nyilván most a mérkőzést nem helyettesíti, de azért egy edzőmeccs az ugyanolyan fontos, hiszen azért a gyereknek fontos az, hogy az edzés munkát azért egy mérkőzéssel tudja bizonyítani, hogy mégis hol tartunk. A megyei szinten marad el, úgyhogy elég sok gyerekről van szó, aki ugye nem tud mérkőzést játszani. Próbáljuk azért a dolgot majd pótolni. A megyei szövetségnek nincs azért most olyan lehetőség, hogy tehát azokon az árakon, ami mondjuk egy terembérleti díja jelenleg van, ezt finanszírozni tudja, de a megoldáson van a megyei szövetség, hogy tudja pótolni a bajnokságban azért ezeket az elmaradt mérkőzéseket. A szabadban azért nem tudunk játszani, bár edzést tartottunk kint, nagyon jó volt a friss levegőn, főleg a téli szünetben azért jó idő volt, úgyhogy mi tudtunk edzeni kint. Fontos azért, hogy a gyerekeknek azért megmaradjon az az edzettségi állapota, vagy felkészülése azért, hogyha újraindul a bajnokság. Szerintem vagy edzésidőpontok alatt, vagy pedig azért találunk majd idővel megoldást, hogy mégis a helyszín hol legyen, és lehet, hogy sűrűbben fogjuk majd, de biztos vagyok benne, hogy lesz rá lehetőség lejátszani. Az U14-es csapatnál nincs ilyenfajta probléma, hiszen ők edzésidőben le tudják játszani a bajnoki mérkőzéseket. A mostani helyzetet a Covid időszakhoz hasonlította az edző. Hozzátette, az sem volt könnyű, de megoldották az edzéseket. Ez a feladatuk most is. Sokszor edzettünk kint, és hát amikor már lehetőség volt bejönni a terembe, akkor ugyanúgy. Elég rossz ez az időszak, mert így jó pár év ment el sok gyereknél, és én azt gondolom, hogy azok a gyerekek viszont, akik nem sportolnak, nekik is nagyon nehéz, vagy nagyon rossz az, hogy például a testnevelése órák száma is jóval kevesebb volt, és én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon fontos a mozgás, legyen az bármilyen sportágban. A létszámunk egyébként folyamatosan növekszik. Nagyon örülök, mert sok gyerek csatlakozott azért már az évek alatt a szakosztályunkhoz. Nyilván először a cél az volt, hogy minél több gyerek megismerje ezt a sportágat, minél többen kosárlabdázzanak. Most már azért megnyílt egy olyan út, hogy aki tehetségesebb, vagy akit kitartóbb, az tovább tud lépni ebben a sportágban. Ugye mi most már a KST Szekszárdhoz tartozunk, a bátaszéki utánpótlással, és azért lehetőség van a lányoknál, hogy átjátszanak, és nyilván amikor már nem itt edzenek nálunk, akkor automatikusan oda mehetnek a saját korosztályukba edzeni, meg mérkőzést játszani. A fiúknál ugyanúgy megvan ez az út egyébként Szekszárdon, tehát ők meg a GKS-e csapatához tudnak csatlakozni, és mondhatom, hogy most már elég sokan, négy-öt fiú most már oda jár edzeni, és a lányok száma is egyre több. A szakosztályban egyébként nagyjából 50 gyermek van, de 10-12 felnőtt is űzi még rendszeresen ezt a sportot bátaszéken. Remek időben sportolhattak azok, akik idén részt vettek a téli közösségi futáson Bátaszéken.
A jelentkezők igény szerint 7 és 14 kilométeres távot tehettek meg futva, sétálva vagy kerékpárral. Idén többen voltak, akik négylábú edzőtársaikkal indultak el a megmérettetésen. A nevezési díjakat jótékonysági célra fordították. Most a helyi óvoda kapta meg a befolyt összeget. Még egy utolsó eligazítás, és kezdődhet is a téli közösségi futás Bátaszéken, egy igazán tavaszias időben. Talán ezért is vettek részt ilyen szép számban a sportolni vágyók az eseményen. 7 és 14 kilométeres táv között választhattak az indulók. Nagyon szeretek mozogni, és úgy szeretném mutatni az embereknek is, hogy ilyen alkalmakra eljönnek, akkor egy kicsit megmozgatják magukat, utána meg lehet, hogy rá is szoknak, és akkor az emberek egészségesebben élnének. A közösséget is szolgáljuk ezzel, hogy ezt a kis bevételt azt beadjuk, és akkor mindig ezek a futások úgy vannak szervezve, hogy mindig egy ilyen valamilyen közösségnek jut a bevétel. Én nem nagyon edzek, de most már a többiek már néha befűznek, hogy járjak ki edzeni, és egy kicsit, úgyhogy én azt a 14 kilométert csinálom. Hát ilyen Bonyhád Bátaszék futásra, meg ilyen félmaratonokra el szoktam menni, de csak úgy. Drommer Gyula a 7 kilométeres távot választotta. Szoktam járni a Bátaszéki triatlonra, amit szintén a Péter rendez, meg hát ugye a faddombori versenyre szoktam járni. Hát, hogy futni szoktam, edzeni nem versenyekre, ilyen amatőr versenyekre el szoktam járni, nagyjából ennyi. A kisebbikre megyek, mert az a biztos, meg nem akarok sárba futni, de ez egy jó magyarázat arra, hogy igazából a hetet azt látom futni, a 14-et is, csak az biztos nem esne olyan jól. Talán előbb-utóbb többen is lesznek. Jó lenne, hogyha 100-an lennének, nem csak 50-en, de hát remélem egyszer ezt is elérjük. A nevezési díj 1500 forint volt, az ebből befolyt bevételt a város óvodájának ajánlották fel. Mi a helyszínt biztosítjuk, némi elemózsiát, ugye a futás végén egy forró teával, szendvicsekkel, némi zöldséggel, hogy stílusosak legyünk, az egészséges táplálkozást is szimbolizáljuk, és természetesen azzal, hogy mi itt megszervezzük, meghirdetjük a rendezvényt. Jótékonysági futásról van szó, mindig valakinek próbálunk segíteni, elsősorban helyi szervezetnek, ezúttal a városi óvodára esett a választás, nagyon szép számmal neveztek az idén, bizonyára köszönhető ez a jó időjárásnak is, hiszen a téli futásról van szó, de majd nagyon kellemes tavaszias időjárás van, nagyon sokan érkeztek, volt, aki kerékpárral, volt, aki csak sétálja a távot, de természetesen nagyon sok futónk volt, és talán kuriózum, hogy ezúttal több négy lábú is érkezett, úgyhogy ők is teljesítették, vagy a hét, vagy a 14 kilométeres távot. Bár nem volt igazi verseny, a 7 kilométeres távon az első helyért nagy küzdelem alakult ki. A befutó a 10 éves Matejcsek Vajk lett, kenterbe verve a felnőtt indulókat. A 7 kilométeren mentem, és megpróbáltam az elején egy picit ráhúzni egy 5-10 méter előnyt, és ott a tetején ott láttam, hogy elég közel vannak, meg se álltam inni, rögtön futottam lefelé. Láttam, hogy elég szoros, és mögöttem vannak, ott meghúztam picit a végére, és hát sikerült behúzni így első helyen. Budai Andrea és Kőkuti Szabolcs is rövidebb távot választottak, némi nehezítéssel. Mi a 7 kilométeres távot választottuk, mert ugye most először a kutyákkal jöttünk a közösségi futásra, mert mi fontosnak tartjuk, hogy a sportot és hogy azt hirdessük, és azon kívül, hogy nagyon jó itt lenni, hogyha csak annyit érünk el, hogy legalább egy ember úgy gondolja, hogy elkezdi a futást, vagy bármilyen sportot, akkor szerintem már többet kaptunk, mint amit szerettünk volna. Hogy kifáradt el? Szerintem mi jobban. Ők hajtatatlanok, nyughatatlanok, húznak, és tetszik nekik. És még mindig mennének. Nehezebb, mert nagyon jó tempót diktálnak, úgyhogy erősen kezdtek, és erősen fejezték be. Nagyon jók, ügyesek. Ezóta második nagyobb futásuk, egy volt Baján, 2 kilométer, hétre még nem indultunk, de hát kevés volt.
Jó esett. Igen, gyorsan emelkedőn, én még biztos, hogy soha nem futottam fel, úgyhogy megvannak az új edzőtársak. Hát magasra teszik a mércét, az biztos. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összejövünk. Tehát ez a Pétertől egy hatalmas dolog, hogy ezt mindig megszervezi. Tehát minden évszakban szerintem van egy ilyen közösségi futás. És most már Bátaszéken is van egy futócsapat, jelenleg még egy baráti társaság. Cikádor Runners néven megyünk most, aztán majd várunk újabb tagokat. Szent Péter az esemény szervezője is beállt a futók közé. Két barátomat, egyet Pécsről, egyet pedig Budapestről azért úgy csaltam el, hogy én is futok velük. Különben nem terveztem, de hát akkor be kell tartani az ígéretet. Eljöttek ők ilyen távolságról, akkor futottam velük egyet, és nem bántam meg, mert tényleg csodálatos volt az idő. Jó a társaság, közben elbeszélgettünk jókat, és jól éreztük magunkat. És ez a cél. Nem tudom hányan vagyunk, de többen, mint eddig bármikor. Ennek örülök, hogy most már 3 éve elkezdtük ezeket a futásokat, és egyre többen vagyunk. Most már ugye kutyások vannak, kerékpárosok vannak, gyaloglók vannak, ebből még lesz valami a végén. A következő közösségi futást várhatóan valamikor tavasszal szervezik majd meg. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!